Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió félhatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Február 11-e van Bertold és Marietta névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Megnyitották a Koszovó utcai közúti aluljárót Szabadkán, így újabb alternatív útvonalat használhatnak a városban közlekedők. Ismét felpezsdült az élet a szabadkai Úcska piacon, a vásárlók többsége Magyarországról érkezik. Újabb légicsapásokat hajtott végre a gázai övezet déli részén az izraeli hadsereg, a támadásnak több tucat halálos áldozata van. Szalagavatóbál volt tegnap Múzsján. Megnyitották a Koszovó utcai közúti aluljárót Szabadkán, így újabb alternatív útvonalat használhatnak a városban közlekedők. A vasút felújítási munkálatok továbbra is gőzerővel zajlanak a város területén. Az új Majsai híd várhatóan december, illetve szeptember elejére készülhet el. Sok helyi lakos volt kíváncsi az új aluljáró megnyitására vasárnap délben a Koszovó utcában. Hivatalos átadásra ugyan nem került sor, de az ott dolgozó munkások pontosan délben megnyitották az átjárót a közúti forgalom előtt. Ettől a pillanattól kezdve az autósok már használhatják a Koszovó utcai aluljárót. Bár bizonyos munkálatok befejezésére még néhány napot várni kell, de február 14-től már a biciklisták és a gyalogosok is átjárhatnak itt. A nézelődők közül egyesek elégedetlenségüket is kifejezték, amiatt, hogy az Akác utcát még nem fejezték be, így abból az irányból még nem lehet megközelíteni az új aluljárót. Volt, aki a saját kezébe vette az irányítást, és maga pakolta félre a biztonsági utakadályt, hogy autójával behajtasson az utcába. A legtöbben viszont örülnek, hogy hamarosan befejeződhet az augusztus óta tartó munkálat. Maga erre lakik a környéken? Itt lakok, igen, a 44-esbe. És mit gondol erről az átadásról? Örülünk neki, nagyon vártuk, csak nem tudom, majd a víz még van-e oldva, meg vártuk nagyon, hogy bírjunk keresztül járni. Szabadka területén több új alul- és felüljáró kiépítése is befejeződött már. Az építkezés azonban nem áll meg. Hétfőtől a Balkán és a Losiny utcában folytatódnak a munkálatok. Az új Majsai híd pedig várhatóan szeptember elejére készülhet el. A Belgrád-Budapest gyorsvasút Újvidék és Szabadka közötti szakaszának építése pedig az év végéig befejeződik, mondta a szerb építésügyi közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter. Goran Vészic hozzátette, Szabadka és Újvidék között eddig a sínek több mint felét fektették le, és az útvonal mentén a munkálatok 80%-os szinten vannak. Vészic elmondta, a munkálatok befejezését követően a Belgrád és Szabadka között a menetidő 1 óra 10 perc lesz. Emellett emlékeztetett arra is, hogy kiépítik a gyors vasútvonalát Belgrád és Nis között is, amelynek a menetideje 100 perc alá csökken. A tervek szerint ezt az útvonalat Skopjéig bővítik majd, mondta a miniszter. Ismét felpezsdült az élet a szabadkai Úcska piacon. Ez főként a tavasz és a húsvét közelettének, valamint a nagyszámú magyarországi vásárlónak köszönhető. Az illetékesek szerint az árusok némileg csökkentették elsősorban a ruhanemű és a lábbelik árát, a kínálat pedig igazán pazar. A magyarországi vevők előszeretettel visznek haza zöldségfélét, gyümölcsöt és házi termékeket is. Ezek mind jóval olcsóbbak az itteni piacon. Mint minden vasárnap, most is nagyon nagy volt a nyüzsgés a szabadkai Úcska piacon. A vásárlók többsége ezúttal is Magyarország különböző részeiből érkezett. Ők azok, akik vásárlás előtt, vásárlás közben, vagy éppen vásárlás után ki nem hagyhatják a szerbiai finomságokat, mint amilyen például a burek, vagy pedig a népszerű pleszkavica. Az árusok többsége már megtanult magyarul, az árak pedig nem csak dinárban, hanem forintban is fel vannak tüntetve. A szabadkai Úcska piacon hétvégenként így leginkább magyarul beszélnek. Először is szétnézünk, aztán edzőcipőt szeretnénk venni. Én ilyen konyhai dolgokat, törlőkendőt, vegetát, tehát ilyen apróságokat, meg hát amit látunk. És ilyenkor megkóstolnak-e valami finomat is? Majd kifele, igen, veszünk egy ilyen pleskavicás szendvicset, úgyhogy azt megkóstoljuk, mert az nagyon finom. Mások pedig előbb megreggeliznek, majd alaposan szemügyre veszik a piac kínálatát, és indulhat a vásárlás. Ruhanemű, élelmiszert, mindent.
kávét, csokit, mindent. Olcsóbb itt, mint olcsóbb. Magyarországon? Olcsóbb. És valamit reggeliztek már? Igen, kiflit. És a pleszkavicát vagy a burekot nem kóstolják? De szoktuk. Szoktuk, ott, szoktuk, az is finom nagyon. Miért szeretik ezeket? Hát azt megmondom őszintén, a párom szereti nagyon. Ő nagyon szereti. Van egy ismerősünk, aki csak azért szokott velünk kijönni, hogy burekot egyen. A magyarországi vásárlók előszeretettel veszik az itteni piacon a zöldségfélét és a gyümölcsöket, valamint a házi termékeket is, mivel elmondásuk szerint az árak kedvezőek, az ízük pedig kiváló. A kupujú, uglávnom sad, doké avaj zimski period szóvorobu, po szóvorobu ide szóveslíve, szóvovoče, szóvopovrče, začine i kupujú naravno na šajvar. A zašto? Zato, što je najbolji na kugli zemaljskoje. A leglátogatottabb piaci nap a vasárnap, emelte ki a szabadkai Ócskapiacot üzemeltető Tržnica részvénytársaság sajtóreferense Marina Čović. Velika je poseta naravno nedeljom. A ono što možemo da istaknemo jeste da najviše nama kupaca iz regiona dolazi baš iz Mađarske i to baš vikendom, subotom i nedeljom. Pre Novu godinu smo imali zaista veliku posetu naših dragih komšija. Očekujemo to sada i za predstojeći Uskrs, zato što oni pripremaju te svoje praznike i kupuju baš na ovoj pijaci da bi se pripremili što bolje za jeli, tako neke ovaj događaje. Az illetékes hozzátette, szinte mindent vásárolnak a magyarországi látogatók. Bevásárlótáskáikban ott vannak a ruházati cikkek, különféle élelmiszer, sőt háztartási kisgépek, szerszámok, mivel elmondásuk szerint a szabadkai Ócskapiacon jóval olcsóbb minden, mint Magyarországon. Újabb légicsapásokat hajtott végre a gázai övezet déli részén az izraeli hadsereg. A hírek szerint a támadásnak több tucat halálos áldozata van. Állítólag a Hamas rendőrségének titkos szolgálati vezetőjét és helyettesét is megölték. Ezt azonban még egyik fél sem erősítette meg. Az izraeli hadsereg újabb légicsapásokat hajtott végre a gázai övezet déli részén fekvő Rafah területén, közölték a térségben tevékenykedő egészségügyi szervezetek munkatársai. A légitámadás következtében több mint 20 ember vesztette életét, amit a város polgármestere erősített meg. A támadást az Egyesült Államok többszöri figyelmeztetése ellenére hajtották végre. A korábban a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője John Kirby bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Izrael jelentős katonai műveleteit Rafahban, melynek környékén több mint 1 millió korábban az otthonát elhagyni kényszerülő palesztin tartózkodik. Az izraeli hadsereg a gázai övezet rendőrségi forrásai szerint a támadás során egy járművet is célba vett, megölve ezzel 3 embert, köztük a Hamas rendőrségének titkos szolgálati vezetőjét és helyettesét. Ezt az információt egyelőre nem tudták több forrásból megerősíteni, és az izraeli hadsereg sem nyilatkozott még az ügyben. Az egyiptomi határnál fekvő Rafah az utolsó város a gázai övezetben, amely még mindig Hamas ellenőrzés alatt áll. Az izraeli hadsereg szárazföldi csapatai még nem hatoltak be a városba. Izrael korábban azzal fenyegetőzött, hogy Han Yunisból Rafahba irányítja katonai egységeit, ahol a bombázások elől menekülő emberek miatt a lakosság száma megötszöröződött. A város polgármestere és több segélyszervezet arra figyelmeztet, hogy bármilyen Rafah területére történő izraeli katonai előretörés rengeteg palesztin ember halálát okozhatja, miközben fennáll a humanitárius segítségnyújtás összeomlásának veszélye is. Jelenleg mintegy 1,5 millió ember tartózkodik a túlzsúfolt óvóhelyeken vagy az utcán, amelyet egyiptomi és izraeli határkerítések, a földközi tenger és az izraeli erők zárnak körül. Az iráni külügyminiszter szombaton egynapos libanoni látogatásán kijelentette, hogy sem Irán, sem Libanon nem akarja kiterjeszteni az ellenségeskedéseket a térségben. Az iráni külügyi vezető szerint a gázai konfliktusnak kizárólag politikai megoldással lehet véget vetni. Hozzátette, hogy Teherán tárgyalásokat folytat Szaúd-Arábiával a kérdésről. Ukrajnában sem nyugszanak a harcok, Oroszország ismét dróntámadásokat indított Kijev és Dél-Ukrajna ellen. Legalább egy civil megsebesült és egy gázvezeték is megsérült. A hírek szerint az orosz támadás következtében további károk keletkeztek lakóépületekben, valamint Mikolajiv folyami és tengeri kikötőben is, közölte vasárnap az ukrán hadsereg.
Az ukrán légierő beszámolója szerint a légvédelmi rendszerei az éjszaka folyamán a 45 Szahid támadó pilóta nélküli repülőgéből 40-et megsemmisítettek. A légiriadó a fővárosban csaknem 2 órán át tartott, közölte Szerhij Popko, a kijevi katonai közigazgatás vezetője. Hozzátette, hogy Kijev felett az összes drónt megsemmisítették. Az előzetes információk szerint a fővárosban vagy annak közelében nem voltak sem áldozatok, sem anyagi károk. Ukrajna déli katonai parancsnoksága azt közölte, hogy légvédelmi rendszerei több mint 5 órán át működtek, és 26 Oroszországból indított drónt semmisítettek meg több déli régió, elsősorban a Fekete-tenger melletti Mikolaiv régió felett. A dél-ukrajnai támadásban legalább 1 civil megsérült, közölte a hadsereg. Hozzátették, hogy az ellenség számára ismét az infrastruktúra és az agráripari létesítmények parti sávja volt a prioritás. Egy lezuhant drón törmelékei és a robbanás hullám lakóházakat és egy gázvezetéket rongált meg Mikolaivban, írta a helyi katonai parancsnokság. A Fekete-tengeri Odessa kikötőjénél az ukrán hadsereg közlése szerint 4 drón zuhant le. Az orosz külügyminisztérium nehéz feladatok előtt áll a nyugat által az orosz fél ellen kirobbantott hibrid háború miatt, jelentette ki Vlagyimir Putyin. Az orosz elnök úgy fogalmazott, hogy az Oroszország ellen elszabadult hibrid háború az ország elszigetelésére és biztonságának aláásására irányuló kísérletek közepette. A külügyminisztérium nagyon nehéz és felelősségteljes feladatok előtt áll, olvasható az államfő táviratában. Korábban Szergej Lavrov orosz külügyminiszter bejelentette, hogy Oroszország biztonságát komoly veszély fenyegeti. Megjegyezte, hogy a kollektív nyugat által kirobbantott hibrid agresszió miatt a külpolitikai szolgálat hozzájárul a különleges művelet diplomáciai támogatásához és céljainak eléréséhez. Nézzük a híradó további témáit. 2 tonna szalonnából sütöttek tepertőt tegnap a bánáti múzsján. Trajkovszki Diótörő című művének elemeire épülő balett előadást láthatott a magyar kanizsai közönség. Meghalt Belénesi Csaba újságíró, az MTI egykori vezérigazgatója életének 75. évében hunyt el. Belénesi Csaba 1997 és 2004 között a Magyar Televízió regionális, kisebbségi és határon túli főszerkesztőségének vezetője. 2000-ben a Hét főszerkesztője, 2000 és 2003 között az MTV hírigazgató helyettese volt, majd 2004-től 2005-ig a Duna Televízió alelnöki székét foglalta el. 2007-ben alapító főszerkesztője volt a Lánchíd Rádiónak. 2008. január 1-től az MTI ZRT stratégiai alelnöke, 2010. november 18-án az MTI vezérigazgatójává választották. 2013-tól a Cross Border Film cégvezetője, 2020-tól a MediaWorks tanácsadója volt. Megszentelték azokat a házaspárokat, akik 10, 20, 30 és 40 évvel ezelőtt mondták ki a boldogító igent a vajdasági Oromhegyesen. A Szent Mihály Arkangyal templomban 13 házaspár részesült áldásban. A vasárnapi istentiszteleten a jubiláló házaspárokért szolgáltatták a misét. Azok részesültek áldásban, akik 10, 20, 30 vagy 40 éve mondták ki a boldogító igent. Gazdag Emma és Lengyel Róbert 10 éve házasodtak össze. Szerintem a mai nap úgy, mint az év bármely napja, arról szól, hogy jobban oda tudjunk egymásra figyelni, a szeretteinkre, a családunkra, ahogy atya is elmondta a misében. A családdal kezdődik minden, ezért nagyon fontos, hogy mindig ünnepeljük egymást, a családot. A megjelent házaspárok többsége 40 évvel ezelőtt lépett oltár elé, azóta pedig jóban-rosszban együtt élik mindennapjaikat. 40 éve vagyunk házasok, a fiataloknak azt üzenném, hogy nagyon sok kompromisszumra van szükség. Egymást el kell viselni, akkor is, ha rossz kedvünk van, akkor is, ha jó kedvünk van, betegségben, szenvedésbe is ott kell lenni a másik mellett, nem csak akkor, amikor örülni kell. A házasság pedig nem csak két fél egybeforrását jelenti, hanem a család születését is. Ezáltal pedig egymás bátorítására, segítésére és védelmére törekszik mindenki, emelte ki prédikációjában Kozma Róbert plébános.
mint ahogy a mai ünnepi szentmisében is tanúságot tettek a helyi hívek, hogy igenis jó házas embernek lenni, jó családban megmaradni, és valahova tulajdonképpen tartozni. Tehát ez nagyon fontos, hiszen az embernek az elsődleges közege, amiben beleszületik, az a család. A házasság pedig egy örökös út, amely sok szép pillanatot és még több akadályt gördít a társak elé. Ezeket pedig csak is együtt, megértésben lehet megoldani. Vallják azon házas párok, akik már több évtizede egymás mellett élnek. Szalagavató bál volt tegnap Múzsján a nagybecskereki Szatmári Karolina Leány Kollégium és a helyi Emmaus Fiú Kollégium végzőseinek, a szülőknek, a nevelőknek és a két intézmény minden dolgozójának ünnepi eseményét 2016 óta szervezik meg. A bánáti kollégiumoknak az idén 5 fiú és 15 lány érettségizője van. Hálaadó szentmisével kezdődött a szalagavató a Mária Szent neve plébánia templomban. Kalapis Sztoján atya megáldotta a szalagokat, amelyeket utána az Emmaus kollégium tornatermében tűztek fel egymásnak az érettségizők. Nem csak a kollégisták búcsúztak egymástól, hanem Sztoján atya is elköszönt, mivel a szalézi rend megszünteti a működését a nagybecskereki egyházmegye területén. Szép volt, amit láttam már a próbákon, ahogyan gyakoroltak, és örülök neki, hogy elfogadták és csinálják. Tehát voltak néha nehézségek is, problémák, de az idén nem ütköztünk semmilyen gondba, problémába, hanem minden sikerült, úgyhogy majd meglátjátok, mikor végigvonulnak, és akkor hogy hogyan sikerült az egész. A szalagavató bál két évszázados hagyományát Bánátban 2016-ban sikerült újjáéleszteni. Mindenki reméli, hogy még sok évig fennmarad majd ez a hagyomány. Óriási munka van. Munka előzte meg ezt a fölkészülést. Hónapok ezelőtt már elkezdték a lányok a táncot tanulni, ruhapróba, stb., úgyhogy nagyon sok lemondás van. De lelkesen csinálták, örömmel csinálják, és hát ez minket is, munkásokat is eltölt, ilyen biztonságot ad, hogy igen, ezt folytatni kell a jövőbe, és egy nagyon szép ünnepség, amit kár lenne hagyni, kiveszni. Rontó Márta tanárnő közreműködésének köszönve a fiatalok bemutatták a bécsi keringőt, majd következett nagykorúságuk első tánca a szüleikkel. A felnőtté válás ünnepe és a búcsú alkalom a kollégiumi évekre való visszatekintésre is. Sok mindent megtanultam a kollégiumi éveim alatt, s lelkiekben erősödtem, úgy, ahogy nőttem is vele együtt, nagyon jó a társaság, minden. Sajnálattal bírom közölni, hogy most már itt kell hagyni ugye a kollégiumot. Nagyon ez a 4 év az életemben nagyon szuper volt. Ha bírnék, még maradnák, lehet, hogy fogok is, lehet, hogy nem. A nagybecskereki Leány Kollégium és a Múzsjai Fiú Kollégium a kezdetekben főleg bánáti fiatalok számára biztosított lakhatást és anyanyelven való továbbtanulási lehetőséget valamelyik nagybecskereki középiskolában. Most már Vajdaság minden részéből vannak növendékeik. Amit kaptam ettől a kollégiumtól, az igazából a szeretet. Megtanultuk valójában mi is az a közösség és a szeretet, és hát sok jó emberrel ismerkedhettem itten meg, és sok új barátokat szerezhettem, és én nagyon hálás vagyok, hogy ebben a kollégiumban lehettem, vagyis lehetek még, és hát biztos, hogy hiányozni fog ez a kollégium, mivel sok jót kaptunk, mint a nevelőktől, mint a Julianna nővértől is, úgyhogy én nagyon örülök, hogy részese lehettem a kollégiumnak. A végzősökre vár az érettségi, majd következik a ballagás és az igazi búcsú. Helyükre új kollégistákat várnak, hisz mindkét intézményben van szabad hely. A nagybecskereki középiskolákban pedig őszre is nyílnak magyar tagozatok.
És még egy színes riport Múzsjáról. 2 tonna szalonnából sütöttek tepertőt tegnap a bánáti faluban, ahol 12. alkalommal szervezték meg a tepertő fesztivált. A tepertősütő versenyre 30 csapat érkezett Szabadkától Székelykevéig. A vendégek pedig több mint 100 standon válogathattak a disznóból készített finomságokból és a többi házi termékekből. A tepertő ma drágább a húsnál, kevés is drága a hízó, másrészt pedig azért, mert az utóbbi években a hízlalók arra törekedtek, hogy a disznón több hús és csak kevés zsiradék legyen. Ezért drága a szalonna. A lényeg az alapanyag, tehát ott szép szalonna. Abból lehet szép tepertőt is készíteni. Tehát mikor felrakjuk a szalonnát, az összes darabon szalonnát, akkor előtte teszünk bele egy kis zsírt, ami megolvad, abba beleöntjük, és erősebb lánggal indulunk. És már mikor szépen engedett zsírt, azaz levet vagy zsírt, akkor lassan csökkentsük a lángot, és sűrűn kell kavarni, hogy ne égjen éppen oda. A tavaszias időjárás hozzájárult ahhoz, hogy közel 10 000-en kilátogassanak a tepertő fesztiválra. A muzsaiak pedig újra jó házigazdának bizonyultak. Az, ami nagyon fontos, és a legfontosabb célja ennek a rendezvénynek, hogy tehát a muzslai, a magyar, a nemzeti hagyományok, hogy megmaradjanak, fönnmaradjanak, ezt úgy gondolom el is értük, és ez már olyan ütembe pattog tovább, hogy ezt meg sem lehet állítani. A nagy érdeklődés miatt az árusok egy része a Lehel sportközpont bejárata előtt kapott helyet. A rendezvény immár túlnőtte a regionális határokat. Zrenjanin, Muzlja, sve lokalne sredine mogu da se predstave na jednoj široj ponudi, dakle van lokalnih okvira, sa svojim proizvodima i sa svojom tradicijom i da ispromovišemo ono što je stvarno kod nas vredno i što traje i što ima dublju vrednost nego što se ovde vidi. A to je ono što u Zrenjaninu postoji, to je ta multinacionalna prisutnost ovde i dobar život, dobar suživot sa mađarskom nacionalnom zajednicom. Egy ekkora rendezvényt csak minden muzsiai civil szervezet összefogásával lehetett megszervezni. Fontos, hogy egy ilyen ekkorka helyi közösségben 10 éve él az a lehetőség, illetve az az összefogás, hogy a civilek, elsősorban a hagyományőrzők és a helyi közösség tanácsa szervezésében ennyien eljönnek erre a rendezvényre. Egyrészről elűzni a telet, ami az idén sikerült is, ilyen 15 fok után, másrészről viszont megkóstolni hagyományainkhoz híven készült töpörtyűt. Minden hagyományőrző rendezvény fontos, különösen a szórványban élő magyarság számára. Fontos a hagyományok bemutatása, másrészt pedig azok továbbadása a fiatal generációknak. Alig lehet mozdulni, sétálni a kiállítók között. Nagyon sok helyi termék és kiállító van jelen, mindaz mellett, hogy lángost is lehet kapni, illetve hát magát a tepertőt, azt versenyszerűen ugye sütik és majd bírálják. Én úgy gondolom, hogy ez mindaz mellett, hogy összehozza az embereket, emlékeztet bennünket arra, hogy kik vagyunk és honnan jöttünk. Az idén a látogatók nagy száma ellenére mindenkinek jutott friss tepertő, viszont lángosért is sokan álltak sorban. Csárdás bált tartottak Újvidéken, melynek hagyományosan a Petőfi Sándor Művelődési Központ adott otthont. A rendezvényre mintegy 200 vendég érkezett. A kiváló hangulatról a Temerini Brancs együttes gondoskodott, valamint 2 sztár fellépő, Lukács Anita az Operett Színház művésze, illetve Jenei Gábor a Madár Színház művésze operett dalokkal varázsolt el a nagy érdeműt. Az Újvidéki Csárdás bálnak ez alkalommal egy jótékonysági célja is volt.
Az újvidéki magyar tannyelvű általános iskoláknak szeretnénk laptopot vásárolni, és hát a nagy örömünkre szolgál, hogy a vacsorajegy mellett nagyon sokan támogatták is a rendezvényünket, még olyanok is, akik nem tudtak eljönni velünk mulatni, viszont utaltak a Vajdasági Magyar Ifjúsági Központnak a megadott számlájára, és így összejött a 4 laptop, ami azt jelenti, hogy az újvidéki József Attila, Petőfi Sándor, a Szonya Marinkovics, illetve a Tisza Kálmán falvi Ivo Andrics általános iskoláknak az alsó kapnak egy-egy laptopot. Csajkovszki Diótörő című művének elemeire épülő balett előadást láthatott a Magyar Kanizsai Közönség szombaton a Művészetek Háza nagytermében. A darabot a helyi alapfokú zeneiskola és a szabadkai Rajcsevics alapfokú balettiskola közösen vitte színpadra. Teljesen megtelt közönséggel a nézőtér, hiszen az előadásra már a meghirdetést követő pár napban elfogytak a jegyek. A darab egy közös produkció, amelyre a közel 120 gyermek, a tanárok és a vendégszereplők már hónapok óta készülnek. Felkészülésünk az egy elég hosszú időbe telt, heti 2-3 próbával, 2 óra hosszásakkal, amin azt hiszem mindenki beleadott mindent. A Diótörő Csajkovszki utolsó balettje és egyben utolsó színpadi műve. A történet alapját a Diótörő és Egér király című meséje képezi. A kicsivel több mint egy órás előadást Berec Katinka vezényelte. Nem volt egyszerű, ez egy nagyon nagy kihívás volt a számomra, hiszen nem foglalkoztam soha dirigenskedéssel, nem vezényeltem soha. De egy idő után teljesen nyilvánvalóvá vált, hogy nem fogok tudni játszani a zenekarba, így meg kell tanulnom ezt a feladatot. A Magyar Kanizsai és a Szabadkai Alapfokú Iskolát már évek óta szoros barátság és együttműködés köti össze. Közös megbeszélés alapján jött létre a balett előadás, amelyben közel 40 zeneiskolás és 60 balettáncos vesz részt. Na természetesen azért a Diótörő az egy nagyon komoly mű. Ahhoz, hogy ez létrejöhessen, ahhoz szükség volt arra, hogy egy picit átdolgozzuk ezt a nagy művet, egy kicsit rövidítsünk, úgy a táncosok, mint a gyerekek miatt, és inkább úgy mondanám, hogy Csajkovszki Diótörő című balettműve alapján játsszuk el ezt az előadást most. A nagy érdeklődésre való tekintettel az előadást Magyar Kanizsán március 9-én újból megtekintheti a közönség. Győzelemmel kezdte a tavaszi szezont a TSC labdarúgó csapata. A topolyaiak az IMT vendégeként tudtak 2-0-ra nyerni Belgrádban. A gól nélküli félidőt követően a hazaiak a 49. percben büntetőhöz jutottak, azonban Lukovics kihagyta a lehetőséget, így maradt a 0-0. Ezt követően a TSC vette át az irányítást, és Pántovics találatával megszerezték a vezetést. A 83. percben pedig végleg lefulladt az IMT, a kegyelemdöfést Sós Bence adta meg, így a TSC 2-0-ra nyert, és magabiztosan őrzi 3. helyét a Szuperligában. A mérkőzésről bővebb beszámolót holnap délután 5 órától láthatnak a Sport Hétfőben. Eddig tartott a híradó, nézzük, melyek voltak kiemelt témáink. Megnyitották a Koszovó utcai közúti aluljárót Szabadkán, így újabb alternatív útvonalat használhatnak a városban közlekedők. Ismét felpezsdült az élet a szabadkai Úcska piacon, a vásárlók többsége Magyarországról érkezik. Újabb légicsapásokat hajtott végre a gázai övezet déli részén az izraeli hadsereg, a támadásnak több tucat halálos áldozata van. Szalagavató bál volt tegnap Múzsján. Köszönjük figyelmünket, további hírekes információk honlapunkon a pannonrtv.com-on. Legközelebb 8 órakor várom Önöket híradóval, addig is viszontlátásra!